Sátoralja Újhely elöljárói, valamint a helyi közterület és piacfelügyelet vezetője és munkatársai vettek részt azon a megbeszélésen, melyen két témát érintettek a jelenlévők, melyek a város közbiztonságának növelését szolgálják. Elkészült a térfigyelő kamerarendszer, 13 darab új kamerával rendelkező rendszert építünk ki, és nem csak a belvárosban, hanem a Rákóczi utca közepétől egészen a piacig, tehát a városnak egy nagyon nagy spektrumát tudják majd a kollégák folyamatosan figyelni. Ezek színes képet rögzítenek, jó részük forgatható, közelíthető, és éjszaka is lát. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy figyelő szempár folyamatosan ott lesz a város nagyon sok területén, ráadásul napi 24 órában. Ezen figyelőszolgálat részleteit beszélték át a megjelentek, valamint arról az új egyenruháról volt szó, melyet mostantól viselni fognak a közterület és piacfelügyelet munkatársai. Az elmúlt évi megtakarításukból, illetve az idei évi költségvetésükből tudták ezt a ruhát elkészítetni maguknak és megvásárolni, és ami egy külön örömteli dolog, hogy a bal vállukon a város címerével ellátott közterületfelügyeleti jelvény látható. Az egyenruha lévén a járókerők már messziről láthatják, hogy egy hivatalos szerv képviselői vannak jelen a város utcáin, esetlegesen azok tesznek intézkedést. Korábban is rendelkeztünk egyenruhával, azonban azt a ruházatot egy miniszteri szabályozás 2005. december 31-ével hatályon kívül helyeztette. Időközben viszont a gazdasági körülmények alakultak úgy, hogy nem volt erre forrásunk. Az elmúlt évi megtakarítás terhére azonban sikerült a szabványosított egyenruhákat beszerezni, és ennek kapcsán várható az, hogy egyéb nagyobb lesz a visszatartó erő, érezhetőbb lesz a lakosság számára is a látható jelenlét, továbbá megnöveli az egyébként törvényben is biztosított fokozott büntetőjogi védelmet, hiszen a feladatkörében eljáró közterületfelügyelő hivatalos személynek minősül. A felszerelés beszerzése május elején kezdődött meg, és az idegenforgalmi szezon kezdetére fejeződött be. Most tervezünk még a Sétáló utca kapcsán egy olyan kis tájékoztató füzet lapocskát, amellyel felhívnánk a figyelmüket a városban mondjuk a Sétáló utca szabályára, így ezt az egyenruha az egész fellépést könnyebbé teszi, és szerintem növeli a hatóságokba, illetve az önkormányzatba vetett bizalmat is.